Az osztrák házaspár már több éve segíti Megyink gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeit. Az adományozó férfi is így nevelkedett, és magyar ismerősei rokonai hívták fel a figyelmét a megyei problémákra. Azt hallottuk, hogy az itteni gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekeknek segítségre lenne szükségük, mert a havi ellátmányuk nagyon csekély. Az elmúlt években igyekeztünk minél több élelmiszert, ruhát, cipőt és játékokat hozni. Most számítógépekkel érkeztünk, és tavasszal ismét szeretnénk segíteni. A 20 darab számítógép egy része a helyi befogadó otthonba kerül, ahol a gyermekek használják majd, ám a számítástechnikai eszközök egy része marad a gyermekvédelmi központban, hogy a szakemberek munkáját ezzel is könnyítsék. A több éves kapcsolatnak egyéb hozadéka is van, hiszen szakmai együttműködés alakult ki az osztrák és magyar gyermekvédelmi szakemberek között. Kint voltunk októberben, összesen az utazásra együtt 4 napot töltöttünk kint, ott megnéztünk egy gyermekvédelmi intézményt. Az egyik az SOS gyermekfalu volt, a másik pedig egy karitászos gyerekotthon volt, amiből szakmai tapasztalatokat szereztünk, és bízunk benne, hogy később is tudjuk ezt folytatni. A helyi szakemberek abban bíznak, hogy a közeljövőben ők is fogadhatják az osztrákokat Nyíregyházán.